részeként rendezünk meg. Idén már sokadik alkalommal, ezért külön szeretném megköszönni a Német Kamarából a munkatársak együttműködését. Kiemelném Balog Ilona ügyvezető igazgatóhelyettes asszony, Grabowski Zsófiát és Nemes Zsoltot, akiktől majd a személyes konzultáció ideje alatt lehet kérdezni. Szeretnék pár technikai tudnivalót elmondani így a webinár elején. Kérem, tartsák majd a mikrofont, illetve a kamerát mindig kikapcsolva, hogy a beszélgetésnek a minősége ne romoljon a rendezvény alatt. Illetve kérdések és kérdésekre is lesz lehetőség. Ezt a chat felületen tudják majd leírni a rendezvény ideje alatt, illetve majd a személyes konzultációk alkalmával fel tudják ezt hosszabban is tenni, úgyhogy inkább szeretném arra kérni önöket, hogyha valakinek hosszabb és kifejtendőbb problémája, kérdése lenne, akkor azt majd ott tegyék meg. Továbbá szeretném még megköszönni a Hajdú Autótechnika Ipari ZRT-től, hogy elvállalt egy előadást Dedini Novotni Anna, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a közreműködését. Én nem is szeretném tovább rabolni a szót, és megkérném dr. Skultéti Évát, a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát, hogy a kamara nevében mondjon egy rövid köszöntőt. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a mai közös rendezvényünkön, amit már Lipcsei Ágnes kolléganőm felvezetett, és a praktikus információkat elmondta Önöknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy miután Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, ezért fontos az is, hogy minden évben többször tartsunk olyan rendezvényeket, amelyeken tudunk közösen beszélgetni mindazokról a lehetőségekről és technikai feltételekről, amelyek mindannyiunk számára fontosak ahhoz, hogy önöket segítsük a gazdasági sikereik elérésében. Én is köszönetet mondok a Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara valamennyi munkatársának azért, hogy ilyen jól tudunk együtt működni, és közösen tudjuk alakítani az infopont rendezvényeket, hiszen az elmúlt évben indítottuk útjára a német infopontot a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, és azóta valóban olyan sikeres rendezvények születtek, amelyek segítik a vállalkozókat, nem csak Hajdú-Bihar megyében, hanem országszerte, és én biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is így lesz. A pandémiás helyzet elég speciális feltételeket teremt a kommunikációhoz, de úgy véljük, hogy nagyon sok esetben ez még a hatékonyságot is tudja növelni, és korábbi évek tapasztalat alapján tudom elmondani önöknek, hogy az egészségipar területén már a medika szekkialitás és vásár kapcsán az Enterprise Europe Network healthcare szektorcsoportjában komoly gyakorlatra tettünk szert az ügyben, hogy hogyan tudjuk a magyar vállalkozókat pozícionálni a német piacon, és új lehetőség számunkra is, hogy a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarával közösen tudjuk az információkat az önök számára elmondani, tehát nyugodtan kijelenthetjük és biztathatjuk önöket arra, hogy a munkatársainkkal vegyék fel a kapcsolatot, akik készséggel fognak önöknek segíteni mind a piacépítésben, mind a partnerkeresésben, hiszen több mint 60 országgal vagyunk közvetlen kapcsolatban, és sokszor nem direktben, hanem áttételesen tudjuk biztosítani mindazokat az információkat, amelyekre önöknek szüksége van. Nem is akarom szaporítani a szót tovább, hiszen nem csak engem akarnak önök meghallgatni, úgyhogy köszönöm én is mindenkinek azt a lehetőséget, hogy hozzájárul a mai napi rendezvény
sikeréhez és mindenkinek kellemes és hasznos időtöltést kívánok a mai programhoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen főtitkárasszonynak a köszöntőt. A másik társszervezőnknek, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának szeretném megkérni a munkatársát, Balog Ilona ügyvezető helyettes igazgató asszonyt, hogy ő is mondjon pár szót, illetve tartsa meg előadását a témában. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm Önöket én is a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara nevében, és csak viszonozni tudom az előbb elhangzott köszönetet, és meg tudom erősíteni, hogy nagyon szoros az együttműködés, és nagyon jó együttműködés alakult ki a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, amelynek különösen örülünk, és ahogyan itt főtitkár asszony az előbb említette, létrejött ez a német infopont a Debreceni Kamaránál, és hát mi rögtön egy egész évre szóló rendezvénytervvel álltunk elő, és hát nem hagytuk magunkat a vírus által befolyásolni, úgymond, mert örömmel állapíthattam meg, hogy minden betervezett rendezvény meg is valósult, ugyan nem fizikálisan, hanem virtuális formában, viszont ahogyan itt az előbb elhangzott, én is azt úgy gondolom, hogy ez talán a hatékonyságot egy picikét növelte is. Ugye miért is alakult ez az együttműködés ilyen szorosra, vagy miért gondoltunk arra, hogy szorosabbra fonjuk egy kicsikét az együttműködést? Egyébként a Hajdú-Bihar megyei kamara javaslatára történt mindez, mivel a régióban jelentősen megnövekedett a német befektetők száma, és felmerült az az igény, hogy mi, mint német kamara is legyünk egy kicsit aktívabbak a régióban. Ugyan már is jó néhány tagvállalat tevékenykedik ott, közülük néhányat láttam itt a mai részvételi listán is, őket külön szeretném köszönteni, és talán engedjenek meg, mielőtt az előadásomat itt közben próbálom feltölteni, azért néhány szót mondanék a kamaránkról is. Egy pillanat, csak közben keresem a... Igen, meg is van. Kerestem az előadást, tehát mi 93 óta vagyunk itt jelen a magyar piacon, Németország bilaterális kamarájaként, és a feladatunk az az, hogy a német, illetve magyar vállalatok közötti együttműködést segítsük, tesszük mindezt közel 30 munkatárssal, és jelenleg több mint 900 tagot számlál a kamaránk. Ezen vállalkozások nagy része magyar, illetve Magyarországon tevékenykedő német érdekeltségű vállalat, illetve olyan magyar vállalkozás, amelyek szeretnének nyitni Németország felé, illetve jó néhány tagunk csatlakozott hozzánk Németországból is. Én az elkövetkezendő körülbelül 20 percben arra szeretnénk egy kicsit kitérni, hogy Németországban jelenleg mi az aktuális helyzet, illetve hogy kamaránk milyen lehetőségeket lát magyar vállalkozások számára a német piacon. Ugye azt tudjuk, hogy Németország az Európai Unió legnépesebb országa 82 milliós lakosságával és a legerősebb gazdasága. Magyarország számára is egy stabil, kiszámítható, jól tervezhető piacot jelent, viszont a válság hát megrázta, mint ahogyan ezt halljuk így a médiából is, megrázta a német gazdaságot is, viszont az elemzők, különböző gazdasági elemzők 2021-re már jelentős fellendüléssel számolnak, ez a jó hír, ezt majd fogjuk látni a következő fóliában is, vagy fóliákon is. Egy dolog biztosan változatlan marad, mégpedig az, hogy Németország Magyarország számára a jövőben is fontos partner lesz. Itt közben látom, hogy valaki próbál belelapozni a prezentációmba, kérem, hogy ezt ne tegye, gondolom véletlen volt, és most be is csukta, hogyha jól látom, úgyhogy újra megnyitom, és kérném Önöket, hogy ne lapozzák az annak bele, hogyha lehet, mert ez szavaró, gondolom véletlenül történt. Úgyhogy még egyszer megnyitom, semmi gond. Csak eltelik néhány perc, amíg újra betölti a rendszer a prezentációt. Igen, és akkor itt tartottunk a második oldalon. Tehát ugye 16 különböző tartománnyal található Németországban.
ennek majd lesz jelentőség, erre kitérnék nem sokára. Minden esetre ott tartottam itt a gondolatban, hogy vírus ide vagy oda, egyszer csak vége lesz ennek a helyzetnek, és Németország továbbra is fontos partner marad Magyarországnak, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy felkészülten induljunk a német piacra, hogyha arról lesz majd ismételten szó. Említettem, hogy Németországnak milyen jelentősége van a magyar gazdaság számára. A Magyarországra betelepülő működő tőke befektetések 20%-a származik Németországból, illetve a magyar importból Németország kb. 25%-a részesedik, az exportunknak pedig 28%-a irányul Németországba. De nézzük meg, hogy hogyan néz ki ez a kép a német szemszögből. Ezt mutatja itt ez a következő fólia. Ezen azt lehet látni, hogy az első blokk, a piros, az a 2003 és 2004 és 2013 között az Európai Unióba, Közép-Kelet-Európából újonnan csatlakozott tagállamokat jelenti. És hát ugye itt azt látjuk, hogy Németország annyi árut importál ebből a régióból, mint Kínából és az Egyesült Államokból összesen. Hát azért ez egy nagyon nagy szám, ezt én azt gondolom, hogy így, ilyen módon nincs is benne a feltétlenül a köztudatban. És ezen a fórián pedig azt láthatjuk, hogy Magyarország, illetve a környező országok hogyan részesednek a német behozatalból. Tehát Magyarországot jelzi az a vastag kék vonal, azt látjuk, hogy közel 3%-ot tesz ki Magyarország részesedése, ami egyébként azt jelenti, hogy Németország szempontjából Magyarország a 14. legnagyobb importpiac, megelőzve Japánt vagy akár Írországot is. Ez a fólia pedig hasonló logikára épülve a német vállalatok külföldi működőtőke befektetéseit mutatja, milliárd euróba vetítve. Itt is látjuk az újonnan csatlakozott Európai Uniós országok jelentőségét, és egyébként a visegrádi országokba összesen annyi német tőke áramlott, mint Kínába, ami szintén azt mondom, hogy egy meglepő tény. És itt szintén az előzőekhez hasonlóan Magyarország, illetve a közép-kelet-európai Európa részesedését látjuk a működő tőkeállományból. Tehát Magyarország látszik, hogy egy ilyen ugye százalékban van meghatározva, még 2018-ban is ilyen 1,5% körüli részesedést tett ki. Nyilván Lengyelországban, Csehországban más a kép, mint közvetlen határországok, de például Magyarországra több befektetés érkezett, mint német befektetés érkezett, mint Szlovákiába, Bulgáriába, vagy akár a balti államokba. Említettem, hogy Németországot is azért ez a válság alaposan megrázta. Itt látjuk a GDP alakulását. Hát látjuk, hogy 2008-2009-ben a pénzügyi válság azért az megtette a hatását, és itt, ha jól tudom, ez a fólia valamikor március környékén készült, vagy első fél évben, tehát itt csak azt lehet látni, hogy elindul lefelé gyakorlatilag a GDP 2020-ra. Egyébként, ha 20-ban, egyébként, ha megnézzük a többi európai országot is, tehát mint említettem, első negyedévre vonatkoznak ezek a számok, itt még Magyarországon akkor 2% volt a GDP, Németországban 2,3%, és látjuk azt, hogy a többi európai országban hogyan alakult. Ez ugye, ahogyan telt az idő, és szépen bezárultak itt a egyes országok, ez egyre romlott. Itt ezen a képen látjuk azt, hogy a különböző, tehát a szövetségi kormány, illetve a különböző gazdaságkutató intézetek mit jósolnak 2020-ra, illetve 21-re Németországra vonatkozóan. Tehát itt lehet látni, hogy 2020-ban ilyen -6-7%-os visszaeséssel számolnak, viszont 21-re már újra pozitív irányba lendül a
GDP. És hát ezt próbálja a német gazdaság, különböző gazdaságvédelmi, vagy a német kormány gazdaságvédelmi csomagokat dolgozott ki erre vonatkozóan, akár a foglalkoztatás tekintetében, ugye ez a Kurzarbeit, ez itt Magyarországon is időközben fogalom lett, és hát próbáltuk bevezetni hasonló módon, mint Németországban, de ott ez egy jól bevált dolog. Aztán adókönnyítéseket vezettek be, különböző támogatott hiteleket, a mikrovállalkozások kaptak azonnali térítésmentes juttatást, és hát különösen sújtott, a vírus által sújtott ágazatokra is figyeltek, és megpróbálták őket segíteni. Például ilyen volt ugye ott is a vendéglátás, ahol az áfát csökkentették 19-ről 7%-ra. Hát reméljük, hogy ezek az intézkedések hamarosan meghozzák a kívánt hatást, és újra regenerálódik a gazdaság, úgymond, és a német vállalatok újra nyitottak lesznek ismét együttműködésre, legalább annyira, mint a válság előtt voltak külföldi partnerek irányában is. Nézzük azt meg, illetve hát próbáltam azt összefoglalni, hogy ha szeretnénk német partnerekkel kapcsolatot kiépíteni, kijutni a német piacra, milyen módon történhet ez. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amiket itt összefoglaltam, érvényesek lesznek a vírus utáni helyzetre is, illetve hát jelenleg is érvényesek. Konkrétan piaci lehetőségeket mindenféleképpen fel kell mérni, meg kell nézni, hogy milyen felvevőpiac fogad bennünket Németországban, milyen a fizetőképes kereslet, milyen versenytársak vannak jelen már a német piacon, és ennek megfelelően ki kell dolgozni a saját termékünkre, szolgáltatásunkra vonatkozóan a megfelelő marketing stratégiát, amely tartalmazza az árpolitikánkat, tehát nagyon fontos, hogy megfelelően pozícionáljuk az adott terméket, illetve márkát ár szempontjából is, megtaláljuk a megfelelő értékesítési csatornát, hogyan lehet a legcélszerűbben eljuttatni a termékünket a végfelhasználóhoz, fogyasztóhoz, és hát határozzuk meg azt is jól, hogy ki a célcsoport, nem feltétlenül biztos, hogy ugyanaz Németországban, mint a magyar piacon. Fontosak a pénzügyi források, illetve hát azok megléte. Nézzük meg, hogy milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre. Ugye külföldi piacon való részvételhez van már itt is különböző támogatás nálunk, milyen hitelfeltételeket lehet igénybe venni, milyen devizakockázattal kell számolni. És nagyon fontos a személyes háttér biztosítása is, és itt nem elsősorban a nyelvismeretet értem ez alatt, hiszen ez többé-kevésbé mindenki számára evidens. Németország tekintetében nyilván a németet preferálják, de angollal is nagyon jól el lehet szinte mindenhol boldogulni. Én itt főleg az üzleti kultúra ismeretére gondoltam, ami ugye nem egyenlő a nyelvtudással, illetve nagyon fontos, hogy legyen meg idegen nyelven, azaz itt jelen esetben németül vagy angolul rendelkezésre álljon honlap, illetve megfelelő termékismertető. Itt most kicsit gondban vagyok, mert erről a témáról, erről a négy blokkról szoktam külön előadást tartani, de ez most itt a mai napon nem lehetséges ebben a néhány percben. Úgyhogy át is mutatom a következő fóliára. Egyébként mindenről, amit elhangzott a kollégáimmal, 11 órától jó néhányan bejelentkeztek egyéni megbeszélésre, úgyhogy ezekbe a témákba ott egy kicsikét bővebben bele lehet majd menni. Milyen módjai vannak konkrétan a piacra lépésnek? Én ezeket a példákat tagvállalataink gyakorlatából hoztam, illetve az én előadásom után a hajdóautotechnika tagvállalatunk pedig el fogja mondani, tehát tőle első kézben is hallhatunk az ő gyakorlatáról is. Mi ezt a négy utat tudtuk meghatározni, amilyen módon ugye ki lehet a német piacra jutni. Közvetlen beszállítóként ez eléggé gyakran elő szokott fordulni, főleg hagyományos, klasszikus iparágak, autóipar, gépgyártás, elektronikai ágazatokban érvényes az elsősorban, amikor magyar vállalkozások az hazai német vállalatok
beszállítói lesznek, úgymond, és ezen keresztül jutnak be a németországi anya céghez is. Vagy pedig ugye most egyre gyakrabban erről majd szó esik, nagyobb hangsúlyt kapott, főleg így a vírus hatására is, nagyobb szerephez jutottak az online különböző beszerzési platformok, amin keresztül úgymond be lehet jutni ebbe a rendszerbe. Aztán néhány termék szolgáltatás esetében indokolt a németországi cégalapítás. Elsősorban ez akkor jöhet szóba, amikor magas szintű nyelv vagy helyismeretet igénylő tevékenységről van szó, például tipikusan bérmunka, ipari szolgáltatások esetében fordulhat ez elő, ilyenkor célszerűnek tűnik, vagy sok esetben célszerű Németországban saját vállalatot alapítani. A német üzleti környezetről azt lehet elmondani itt két szóban, hogy vállalkozóbarát, nem feltétlenül nagyon idegen magyar vállalkozások számára, hiszen az EU csatlakozásunk után gyakorlatilag az EU-s jogharmonizáció során a magyar jogrendszer nagyon sok pontban a német példát vette alapul, úgyhogy sok ismerős dologgal találkozunk Németországban is. Nyilván itt is nagyon-nagyon fontos ehhez egy megfelelő partner és az előzetes információ beszerzése. Aztán nagyon a következő mód, úgymond, amely eléggé gyakran elő szokott fordulni, amikor nem közvetlenül keressük meg a célcsoportot, hanem bekapcsolunk közvetítőket vagy kooperációs partnereket. Itt egy dolgot emelnék ki, ami egy kicsit talán nem annyira ismert magyar vállalkozások számára, ezek a kereskedelmi képviselők Németországban. Ez egy elég tipikus, sajátos rendszer ott. Vannak olyan ágazatok, ahol ez tényleg nagyon jól működik. Ezek a kereskedelmi képviselők a németországi kamaráknál vannak regisztrálva, például fémmegmunkálás, kapacitás kiajánlás esetén gyakran veszik ezt igénybe magyar vállalatok, vállalkozások. És a negyedik ilyen nagy blokk azok a kiállítások, szakvásárok. Ez az egyik kedvenc témám, úgyhogy itt különösen vigyáznom kell, hogy nehogy túlzottan belemenjek a témába, hát ugye Németország vásári nagyhatalom, és gyakorlatilag nem tudok olyan ágazatot mondani, ahol ne lenne Németországban nagyon magas színvonalú szakmai kiállítás, vásár. A világ vezető vásárainak kétharmada Németországban valósult meg, múlt időt használtam sajnos, mert ugye ez az év nagyon-nagyon drasztikusan érintette ezt az ágazatot, gyakorlatilag márciusban azt lehet mondani, márciustól leálltak a németországi vásárok, most a vírus hatása miatt, most ősszel indult újra egy-két kisebb regionális vásár, de hát bízunk benne, hogy ez a jövőre ez újra fellendülőben lesz, és hát ezek a platformok nagyon jó lehetőséget kínálnak szintén kapcsolatépítésre. Egyébként Magyarországról évente közel 35 ezer látogató érkezik Németországba, németországi vásárokra, és közel 700 kiállító állít ki németországi vásárokon. Milyen változásokat hozott a koronavírus? Hát ugye mi azt tapasztaltuk, hogy a beszállítói lánc lerövidült, újra előtérbe kerültek, felértékelődtek az európai piacok mondjuk az ázsiaival szemben. A rugalmasság, mint versenyelőny felértékelődik, ez a magyar vállalatoknak az egyik nagy előnye, és ahogyan említettem az előbb is, az online üzleti kapcsolattartás is egyre jobban előtérbe került, említettem ezeket a úgynevezett beszállítói platformokat, itt csak nagyon röviden térnék ki, vagy mondanám el, hogy mire gondolok. Tehát először is, amit az előbb említettem, nagyon sok, főleg autógyárra, de nem csak kifejezetten autógyárra tekintetében, de a nagy Daimler, Volkswagen, BMW csoportnál, de akár Siemens, Bosch, tehát nagyvállalatoknál is teljesen bevett, hogy saját beszerzési platformot üzemeltetnek, vagy működtetnek, ahol egyértelműen meg tudják fogalmazni a beszállítóikkal szemben támasztott követelményüket, és ezért az beérkező ajánlatokat is összehasonlíthatóvá tudják tenni.
illetve emellett működnek különböző beszállító, illetve megrendelő közötti közvetítésre szakosodott portálok, ahol termékcsoportonként minőségi jellemzők szerint lehet keresni és megtalálni a megfelelő beszállítót. Ezeknek, és hát minden, ami a virtuális térben működik, egyre nagyobb szerepe lett itt az elmúlt időszakban. És mi azt tapasztaljuk, hogy keresik meg továbbra is a kamaránkat, tehát érkeznek hozzánk megkeresések német részről, nyilván nem olyan mennyiségben, mint a válság előtt, de azért fordulnak hozzánk német vállalkozások, leginkább műanyagfeldolgozás, fémmegmunkálás, gépgyártás, építőipar területéről, keresnek egészen egyszerű terméktől, egészen komoly, összetettebb ipari folyamatokat segítő termékekig keresnek gyakorlatilag kapcsolatot, vagy magyar cégeket. Ami nagy változás, hogy mindez nem személyesen történik a kapcsolatfelvétel, hanem különböző online megoldásokkal, és hát ugye erre próbálunk mi is itt az elmúlt hónapok során reagálni, és a tanácsadási tevékenységünket is áttettük az online térbe, így fog ez történni ma 11 órától is, illetve hát nagyon sok online, de nagyon sok webináriumot, a mai hasonló webináriumot, illetve online konferenciát is szervezünk. Én két témát szeretnék most, vagy két olyan projektet szeretnék konkrétan kiemelni, amelyet szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, mivel a régióban fog zajlani. Egészen konkrétan október 13-án Debrecenben lesz egy úgynevezett zsúrfixünk. Ez egy olyan rendezvény, egy üzleti vacsora gyakorlatilag, amelyet hosszú évek óta szervezünk elsősorban tagvállalataink számára, és ennek gyakorlatilag a kapcsolatépítése célja. Ezeken a rendezvényeken mutatkoznak be az új tagjaink, és gyakorlatilag ez az egyetlen napirendi pont, és ezt követően a kapcsolatépítés célját szolgálják ezek az események. Ezek általában ilyen 100 fő fölötti rendezvények, amelyet nyilván ebben a jelenlegi helyzetben nem tudunk mi sem megrendezni, így ezért itt látszik ezek a fotók, amiket ide betettem, ez a legutóbbi, múlt héten itt Budapesten lezajlott zsúrfixnek a fotói, és ezen látszik, hogy ugye maszkot viselnek a résztvevők, tehát nagyon szigorúan betartjuk a higiéniás előírásokat, de azt gondoljuk, hogy az ilyen jellegű rendezvényekre szükség van sajnos, nem sajnos, hanem tehát szükség van még mindig a személyes találkozókra, viszont korlátozott létszámmal rendezzük meg, maximum 50 fő vehet ezen részt, és a következő ilyen rendezvényünk, mint említettem, Debrecenben kerül sorra október 13-án. Lehet még rájelentkezni, nincsen már túl sok hely, tehát ha betelik az 50, akkor sajnos le kell zárnunk a jelentkezést, de mi most tudunk fogadni, itt ez alatt a link alatt a honlapunkon lehet jelentkezni. A másik esemény, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az pedig a virtuális térben valósul meg egy ipari kontaktbőrze. Ennek pedig az a háttere, hogy kamaránk szeretett volna, és terveztünk is részt venni az október 19-22-ig megvalósuló iparnapjai autóipari szakvásáron, Automotive Hungary szakvásáron egy nagy közösségi standot terveztünk, amelyet sajnos az adott helyzetre való tekintettel le kellett mondanunk, viszont azt tapasztaltuk, és az a visszajelzés érkezett számunkra, hogy mind a kiállítóink, mind pedig tagvállalataink, illetve egyéb olyan vállalkozások oldaláról, akivel kapcsolatban állunk, felmerült az igény, hogy szeretnének egymással kapcsolatban lépni, tárgyalni, ajánlatot tenni,
egyáltalán üzleti tárgyalásokat folytatni, és erre próbálunk egy B2Match nevezetű online platform segítségével, ehhez biztosítunk lehetőséget október 20-án. Most zajlik a regisztrációs folyamat, október 9-ig, tehát még van 2 hét, lehet jelentkezni, be lehet regisztrálni, el lehet készíteni a saját profilt, és ott gyakorlatilag a többi résztvevővel október 20-án a videokonferencia, vagy videókoll segítségével, funkció segítségével lehet tárgyalásokat folytatni. Én ezt a 2 eseményt szerettem volna kiemelni, és szeretném megköszönni a figyelmüket, illetve ismét emlékezetükbe hívni a egyéni konzultációt, amelyre bejelentkeztek, és amelyre 11 órától a 2 kollégám, Grabaszki Zsófia és Damás Zsolt szeretettel várja önöket a leegyeztetett időpontokban. Mindrészemről ennyit szerettem volna mondani, és hogyha lesznek kérdéseik, akkor szívesen állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen az előadást, és külön köszönöm, hogy felhívta erre a 2 rendezvényre a résztvevők figyelmét. A Hajdú-Bihar megyei kamara honlapján is lehet erről a 2 rendezvényről információt találni, tehát ott is nyugodtan érdeklődhetnek. A továbbiakban pedig szeretném megkérni Dedéni Novotni Annát, a Hajdú Autótechnika Ipari ZRT-től, hogy mondjon pár szót a német piaccal kapcsolatos tapasztalatáról itt a résztvevő cégeknek. Szeretettel köszöntök mindenkit, nem tudom, hogy lehet-e hallani. Igen. Igen, jó, oké. Dedéni Novotni Anna vagyok, a Hajdú Autótechnika ZRT-t képviselem, és ezen el is köszönöm szépen a kamarának a meghívását, vagy felkérését, hogy néhány szót mondjak a piacról, a piaci helyzetről, illetve hogy hogyan lehet ebben az időszakban kapcsolatot tartani a partnerekkel, vevőkkel. Hogyha lehetséges, akkor én egy prezentációt szintén megosztanék. Látható? Még egyelőre nem. Még egyelőre nem. Akkor teszek még egy kísérletet, jó? Igen, most lassan. Így láthatóvá vált? Még töltődik. Töltődik, jó, akkor még egy kicsit várunk. Igen, most látják? Igen, csak esetleg diavetítés módban lehet, hogy jobban lesz látható. Látható? Igen. Még mindig ilyen diavetítés. Hát jó lesz szerintem, kezdje nyugodtan. Jó, pillanat, még egy dolgot megpróbálok megtenni. Jó, hogy... Hát, ha így esetleg jobb lesz. Elnézést. Így esetleg. Haló? Változatlan, de látható a dia. Látható. Akkor ezt most így tudtuk összehozni. Tehát néhány szót rólunk, gyakorlatilag mi Kelet-Magyarországon vagyunk, Debrecen és Nyíregyháza között Tégláson, 200 fő az átlag létszámunk, és autóipari alkatrészeknek a gyártásával, fém megmunkálással foglalkozunk, 100%-ban magyar tulajdon vagyunk, és az autóiparhoz szükséges mindenféle tanúsítvánnyal, ISO 14001, 9001, illetve az autóipari EITF tanúsítvánnyal is rendelkezünk. Számunkra a németországi partnereink nagyon meghatározóak, gyakorlatilag
a forgalmunk jelentős része közvetlenül vagy közvetetten német partnerekhez köthető. Itt a legfontosabb német partnereinket felsoroltuk. Ez a Faurecia, az Ebersprecher, TBNC vagy akár a Knorr-Bremse, tehát mindegyik látható, hogy német kötődésű cég. A Faurecia mára már valójában francia tulajdonban van, de mivel ez egy felvásárlás következtében került ez az üzletág a Faurecia-hoz, ezért ez az üzletága még mindig német gyökerekkel rendelkezik, tehát mi valójában német telephelyel állunk a mai napig kapcsolatban. Jellemző ránk, hogy a partnerkereséseink jelentős része ma is Németországban zajlik, tehát a legtöbb partner, akivel kapcsolatban vagyunk, mint potenciális új partner, vagy szeretnénk kerülni, az még mindig német tulajdonú cég, tehát ez a német piac számunkra hosszú távon meghatározó. Azt gondoltam, hogy néhány szót mondanék a piac alakulásáról, és itt sok mindenben össze fog csengeni, Ilona, a te előadásoddal, mert ez egy rendhagyó év, tehát lehet beszélni arról, hogy hogyan zajlik normális esetben egy kapcsolattartása a partnerekkel, de hát ez a 2020-es sok mindennek nevezhető, de semmi szín alatt nem normál helyzetnek, tehát ez az év gyakorlatilag kapcsolattartás és üzletfejlesztés szempontjából sem a normál mederben zajlott. Ugye, ahogy említettem, mi autóiparban tevékenykedünk, tehát, mint ahogy az autóiparban mindenhol, ugye nálunk is a keresletben, a tavaszi időszakban, vagy hát egészen a nyár végéig egy elég jelentős visszaesés volt tapasztalható. Elnézést kérek. Ugye az európai autógyárak átlagosan 6 hetet álltak, az amerikaiak 12 hetet álltak, tehát nyilvánvalóan ránk nézve is ez egy csökkentett keresletet jelentett. A Hajdú Autótechnikánál az elmúlt időszakban csökkentett kapacitással működtünk, de nem volt olyan időszak, amikor leálltunk volna. Bizony a tavasz viszont azt jelentette, hogy a normál árbevételünkhöz képest a normál árbevételünk negyedét realizáltuk a tavaszi hónapokban, ami egy nagyon nagy kihívást jelentett számunkra, hogy ezt az időszakot megfelelően tudjuk menedzselni. Ehhez ugye alkalmazkodnunk kellett, tehát mind a fizikai, mind a szellemi munkavállalóink csökkentett munkaidőben dolgoztak a szellemi esetében, illetve a fizikai esetében igénybe tudtuk venni a Kurzarbeit konstrukciót, amit Ilona, te is említettél. Augusztus végétől szűnt meg ez a csökkentett munkaidő, úgyhogy a munkavállalóink jelenleg mindenki visszaállt a normál munkaórájára, ugye jellemzően a 8 órára, és jelenleg azt tapasztaljuk, hogy a partnereink részéről egy nagyon intenzív és nagyon hirtelen keresletemelkedés indult meg, ami miatt gyakorlatilag most a munkavállalói létszámunkat bővítjük, tehát most a másik időszakot éljük, ellentétben a tavasszal, ahol ugye azt néztük, hogy tudunk összehúzódni, és minél rugalmasabban reagálni a piac és a vevőinknek a változásához. Gyakorlatilag most azt nézzük, hogy hogyan tudunk bővülni, és minél hamarabb a piaci és vevő igényeket kielégíteni. Ebben az évben az ajánlatkérések hála jöjjnek nem álltak meg az irányunkban. Sok partnertől azt hallottuk, hogy nagyon jelentősen visszaestek az ajánlatkérések, illetve sokan nem is kaptak az évnek meghatározott szakaszaiban ajánlatokat. A mi esetünkben azt érzékeljük, hogy a tavalyi évhez csökkent összességében a bejövő ajánlatoknak a száma, de mindig kaptunk ajánlatot, tehát mindig folyamatosan érkeztek hozzánk ajánlatok, most pedig egy intenzívebb ajánlatkérési időszakot élünk meg. Látjuk azt, hogy a piac az átformálódik. Itt szintén egyet tudok érteni, Ilona, te által megállapítottakhoz, hogy gyakorlatilag a földrajzi szempontok azok szerint újra szerveződik a piac, tehát fókuszba kerül az, hogy a beszállítók azok földrajzilag lehetőleg közelebb kerüljenek a saját vevőikhez, illetve fókuszba került a beszállítóknak a,
a pénzügyi stabilitása, és vélhetőleg a közeljövőben egy átrendeződés meg fog indulni a beszállítók között. Nyilván van, aki nagyon meg fog gyengülni az elmúlt időszakban, vagy már meggyengült, és van, aki tudta tartani pénzügyi stabilitását. Itt vélhetőleg ez egy piaci átrendeződést önmagában fog generálni a következő időszakban, legalábbis mi erre számítunk. Nyilvánvalóan a kapcsolattartás is nagyon jelentősen megváltozott ebben az évben. Évelejétől ugye fokozatosan megszűnt a személyes kapcsolattartás, online platformok kerültek előtérben, telefonos egyeztetések. Azt tapasztaljuk, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag mindenki home office-ba dolgozik, vagy a munkavállalók jelentős része, mi partnereink jelentős része home office-ban dolgozik. Ez gyakorlatilag nem szűnt meg, tehát home office-ban maradtak gyakorlatilag végig a nyár folyamán, és most ugye a home office megerősítésre került, tehát nem feloldásra, hanem megerősítésre került. Nyilván ezek működnek, ezek a folyamatok. Én azt gondolom, hogy nem tudják teljes mértékben a személyes kapcsolattartást pótolni, hiszen bizonyos esetekben szükség van arra, hogy személyesen is találkozzunk, de időszakosan nagyon jól tudják helyettesíteni az elmaradt találkozásokat, és legalábbis fent tudják tartani az üzleti kapcsolatot. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ilyen térben a döntések később születnek, nyilván ennek nem csak az online tér a háttere, hanem az is, hogy az iparágban és az egész gazdaságban egy bizonytalanság van, tehát mondjuk a beadott ajánlatainkra lényegesen később születnek döntések, illetve a programindítások, platformindítások az autóiparban csúsznak. Átlagosan minden programindítás 6 hónapot csúszik, ami azért egy jelentős csúszás ebben az iparágban. Volt egy nagyon rövid idősáv az augusztustól szeptember közepéig, amikor alkalmunk nyílt több személyes látogatásra a partnereinknél, ott akkor a pandémiás helyzet ezt lehetővé tette. Itt is jellemzően az volt a jellemző, hogy a német partnereinknek, a külföldi partnereinknek a magyar leányvállalatánál, tehát a magyar partnereknél tudtunk, és egyébként tudunk még a mai napig személyesen találkozni. Viszont a Nyugat-Európában lévő partnereink ebben az évben gyakorlatilag egy-két kivételes esettől eltekintve nem tették lehetővé, hogy személyesen találkozzunk. Nyilván ez a pandémiás helyzet miatt volt indokolt. Most azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag szeptember végére mindenki visszatér az online kapcsolattartásra, mindenki csak rendkívüli esetben fogad partnereket, és arra számítunk, hogy a következő fél év az gyakorlatilag teljes mértékben az online kapcsolattartásban fog megvalósulni, tehát nem lesz alkalmunk arra, hogy személyesen találkozzunk a partnereinknél. Ez nyilván egy teljesen új hozzáállást kíván meg egyébként a tőlünk is, és a partnereink részéről is. Az autóiparban azért már ennek volt előszele, tehát azért ott már nagyon sok telefonkonferenciát bonyolítottunk az elmúlt években, és nagyon sok megbeszélés online térben zajlott, de azért meg voltak a személyes találkozások is, tehát nem teljesen tájidegen tőlünk ez, de az, hogy teljes mértékben erre kell hagyatkoznunk, az nekünk is egy újdonság, ezt azért mindenkinek meg kell tanulnia, hozzá kell szoknia. Hát a helyzet az, hogy ez tartósan fenn fog állni, és hát mi is bízunk abban, hogy azért a jövő évben már ennek az online és személyes kapcsolattartásnak egy egészségesebb mixe fog tudni megvalósulni, hiszen ahhoz, hogy valójában új kapcsolatokat tudjunk építeni, el lehet indulni az online térbe, de előbb-utóbb a személyes találkozás lehetetlensége el fogja lehetetleníteni az üzleti kapcsolat építését is. Mire gondolok? Tehát például az autóiparban ahhoz, hogy egy üzlet létrejöjjön, elengedhetetlen például egy helyszíni auditnak a lefolytatása. Amíg erre nem kerül sor, addig nem szállíthatunk be a partnereinkhez. Ezekre vagy az iparágnak kell majd egy megoldást produkálni, egyébként szabványszinten is, hogy ennek hogy lehet mondjuk eleget tenni, vagy pedig ahhoz, hogy érdemben új kapcsolatok építésére, kialakítására sor kerülhessen, ott akkor erre várni kell majd addig az időszakig, amíg legalább ezek a nagyon szükséges személyes találkozások meg fognak tudni történni. Úgyhogy érdekünk nekünk is, hogy
erre minél hamarabb sor kerüljen. Én ennyit szerettem volna mondani röviden a németországi kapcsolatokról, illetve arról a speciális helyzetről, amit mostanában megélünk. Nagyon szépen köszönjük az előadást, nagyon hasznos információkat hallhattunk, illetve most ragadnám meg a lehetőséget, hogy akik szeretnének néhány általános kérdést feltenni, és eddig még nem tették meg a chat felületen, akkor most tegyék meg, most egy olyan 5-10 percig még van erre lehetőség, illetve hogyha komolyabb, összetettebb kérdésekkel szeretnének fordulni hozzánk, akkor azt majd a személyes konzultáció alatt tegyék meg. Én úgy láttam eddig, hogy nem érkezett be egyetlen kérdés sem. És úgy látom, hogy még most sem mozgolódik senki. Hogyha esetleg akkor úgy döntöttek a résztvevők, hogy inkább ezt a személyes konzultáció alkalmával tennék meg, akkor én megköszönném az előadóknak, illetve a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarának a közreműködést, és akkor mindenki majd bejött egy kérdés, úgy látszik most beindult a kérdés folyamat. Az említett kereskedelmi képviselőket hol érdemes keresni? Jött egy ilyen általános kérdés. Hát, amint említettem, ezek a megválaszolom akkor a kérdést, gondolom hozzám irányult. Tehát a német kamaráknál, németországi kamaráknál is listázva vannak, illetve erre vannak különböző online platformok, ahol regisztrálva vannak ezek a kereskedelmi képviselők ágazatonként, és ott lehet hirdetést is feladni. Tehát, hogyha valaki keres képviselőt, ennek van egy díja, be lehet regisztrálni, és akkor őt találják meg gyakorlatilag a képviselők. Ebben ez egyébként tudunk segítséget nyújtani, meg elég jól kiismerjük ezeket a platformokat, úgyhogy ha erre igény van, akkor itt a kollégámmal, kolléganőmmel folytatott egyéni tárgyalásuk során erre részletesen ki lehet térni. Igen, ezekre az egyéni konzultációkra elküldtünk már előzetesen linkeket. Akik esetleg már nem tudtak ezekre a megbeszélésekre bejelentkezni, akkor a továbbiakban majd e-mail, illetve telefonos megkeresés útján meg tudják találni majd a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara munkatársait, illetve itt a Hajdú-Vihar megyei kamaránkban is működik a német infópont, és ezen keresztül is tudjuk továbbítani a kérdéseket. Tehát aki esetleg lemaradt volna, bármikor lesz lehetőség majd hasonló kérdéseket bővebben is megtárgyalni a munkatársakkal. Lesz még valakitől esetleg általános kérdés, amit most gyorsan fel szeretne tenni? Egyelőre nem. Úgy látom, hogy továbbra sem érkezik kérdés. Pontban 11-kor fognak kezdődni egyébként ezek a személyes konzultációk, illetve mindenki a saját időpontjában majd, amit már előzetesen megkapott. Én akkor megköszönném a figyelmüket, és még egyszer minden közreműködőnek a résztvételt. Én is köszönöm szépen még egyszer a felkérést, viszont hallásra. Köszönjük szépen!